Sziasztok! Márti vagyok, a Közért Plusz konyha tündére, és ma egy saját fejlesztésű receptet hoztam. Brokkolis tepsis csirkét fogok készíteni, francia kis módra. Nagy kedvenceim a tepsis egytál ételek, hiszen rengeteg időt megspórolnak nekünk. Egyszerre készül el a főétel és a köretés, mindent belepakolunk ugye a tepsibe, bedobjuk a sütőbe, és amíg sül az étel, addig jutunk másra is, a szeretteinkre, vagy akár összedobni egy könnyed desszertet, egy levest. Ebben a receptben a szaftosra, pihepuhára sülő csirke mellett brokkolis zöldségköret fogja kísérni, amit nyakon öntünk a francia kis mintájára egy tejszínes, tejes, tojásos keverék, gazdagon megszórt reszelt sajt társaságában. A pontos receptet a Közért Plusz blogján megtaláljátok, ahol hetente egy-egy új recepttel jelentkezünk, és egyből meg is tudjátok hozzá vásárolni az alapanyagokat. Nézzük, mi is szükséges a komplett ebéd elkészítéséhez. Kisebb darabokra vágott csirkemell, petrezselyem, brokkoli, citrom, lilahagyma vagy sunkahagyma, kápia vagy kaliforniai paprika, egy pici fokhagymapor, só, olívaolaj, bors, valamint tojás, tej, tejszín, kicsi szerecsendió és reszelt sajt. Készítsünk ki mindent az asztalra, amire szükségünk van a tepsis csirke elkészítéséhez, és egyből kapcsoljuk is be a sütőt 190 fokra. A csirke fűszerezéséhez összekeverjük a sót a fokhagymaporral, és reszelünk bele egy kis citromhéjat. Örlünk bele egy kis színes borsot, majd cseppentünk rá pár csepp friss citromlevet. Az egészet jól összekeverjük. Öntünk hozzá egy kis olívaolajat. Olívaolajjal kikentük a tepsinek az alját, és már el is kezdjük a csirke falatok bedörzsölését ezzel a páccal, amit készítettünk. Ami elkészült, azt egyből be is tehetjük a tepsi aljára. Második lépésben érkeznek a zöldségek a húsira. Rózsáira szedjük a friss brokkolit, nem kell előfőzni egyáltalán. Karikákra vágjuk a kápia paprikát, és ugyanígy karikákra vágjuk a lila hagymát. Már most csodálatos, ahogy ezek a gyönyörű színes zöldségek elhelyezkednek itt ezeken a csirkeszeleteken. A kis öntethez lágyan felverjük a tojást. A felvert tojáshoz hozzáadjuk a tejet, a tejszínt, majd fűszerezzük sóval, egy kis reszelt szerecsendióval, illetve reszelt fokhagymával, és jól összedolgozzuk. És ne felejtsük el feltenni az íjra a pontot egy kis frissen aprított petrezselyemmel. És a biztonság kedvéért azért egy kis borsot is őrveltem rá, majd így ezt az egész keveréket szépen rálocsoljuk a csirkére, amin már itt vannak megágyazva ezek a csodálatos zöldségek. Mivel nekem ennyire tele lett a tepsim a zöldségekkel, ezért most még nem merem rászórni a reszelt sajtot, különben összeragadna az alufóliával, hanem először csak lefeledem alufóliával az egész tepsit, körülbelül 20-25 percig hagyom, hogy megpuhuljanak a zöldségek és a csirkemell is. Az én sütőmben körülbelül végül is olyan 40 percig párolódott alufólia alatt a tepsis csirke. Most jól rászorom a reszelt sajtot, és visszadobom a sütőbe olyan 220-230 fokra felső grill fokozatra. El is készült ez a csodás egytál étel. Ha tetszett a brokkolis tepsis csirke receptje, akkor nézd meg a Közért Plusz blogját, ahol hetente egy-egy új recepttel jelentkezünk, és ott egyben meg is tudod hozzá vásárolni az alapanyagokat. Ha pedig újabb videós tartalomra vagy kíváncsi, iratkozz fel YouTube csatornánkra!